az unokokon Porian Levitia kisasszony fog idejönni lakni, 11 éves kislány, ővé lesz a szobám. Egy kislány jön hozzánk, jaj, de remek lesz. Remek. Hát ezt éppen nem állíthatom, de jó szívem van, vagy legalábbis azt hiszem. De minden esetre tudom, mi a kötelességem. Igenis, kisasszony, természetesen kisasszony. Én csak arra gondoltam, hogy egy kislány talán egy kis derűt hoz majd a kisasszony életében. Nagyon szép gondolat, bár fogalmam sincsen, mi szükségem lenne derűre. Igen, kisasszony. De hát csak örülni tetszik a kedves gyermekének. A nővérem elég ostoba volt ahhoz, hogy férjhez menjen, és utána felesleges gyermekeket hozzon a világba, hogy a nyakamba szakadjanak. De hát, mint már mondtam, tudom, mi a kötelességem. A szoba sarkait is jól seperti. Már csak kipiszkálhatnám a fekete lelke sarkait is. Ott is valamit takarítani. Micsoda gondolat ide dugni ezt a kis árvát ebbe az alacsony füllett szobába, ahol télen még fűteni sem lehet, mikor az egész házban csak úgy konganak a szobák az ürességtől. Felesleges gyerek. Szép dolog, mondhatom. Én megmondanám, ki a felesleges. A gyerek vagy? Én. No, én itt megtettem a magamét. Piszok itt már nincs, de egyéb sem. Szegény kis jószág, szép kis szoba egy árva, apja után síró gyerek részére. Majd Nancy átviszi. Remélem meghallotta. Nem áll. Tom úr, tudja, hogy egy kislány jön ide lakni? Egy micsoda? Egy kislány, Poli kisasszony magához veszi. Már megint csak trépál. Jó, hogy nem azt mondja, hogy holnap a nap nyugaton kell fel. Pedig igaz, ő maga mondta nekem. Az unokahúga 11 éves kislány. Csak nem. Csak nem. Lehetetlen, de mégis úgy kell lennie. Úgy néz ki, hogy Jenny kisasszony kislánya fog ide jönni hozzánk lakni. Jó, Jenny kisasszony. A régi gazdáink legidősebb lánya. Valójában egy igazi földre szállott angyal. 20 éves volt, amikor férjhez ment, és elkerült itt valahol. Régen volt, nagyon régen. Úgy hallottam, hogy mindnek haltak a kisbabái egy kivéve. Úgy néz ki, ő fog ide jönni. Azt mondta a kisasszony, 11 éves. Annyi lehet. És képzelje, a szegény gyerek a padlásszobában fog aludni. No, kíváncsi vagyok, mihez kezd majd Polly kisasszony egy gyerekkel. Én meg arra vagyok kíváncsi, hogy a kislány mihez kezd majd Polly kisasszonyra. Úgy látom, nem igazán rajong Polly kisasszonyért. Hát szeretném látni azt, aki rajong érte. Úgy látom, nem tud semmit Polly kisasszony szerelmi históriájáról. Micsoda? A szerelem és Polly kisasszony? Hát erről aztán igazán nem hallottam. És azt hiszem, hogy más sem. De bizony, a volt udvarlója itt lakik a városban. Ne mondja, hogy hívják? Azt már nem mondhatom meg, nem volna idő dolog. El sem tudom hinni, hogy valaki udvarolni mert volna a kisasszonyra. Nem ismeri úgy Polly kisasszony, mint én. A maga idejében nagyon szép volt, és most is az lenne, ha nem csupítaná el magát annyira. Ez szép, Polly kisasszony, hát ügyesen leplezi. Tudom, tudom. Akkor kezdődött, amikor összeveszett a volt udvarlójával. Azóta olyan, mint aki tüskén és kórón élne. Szúrós és kellemetlen. Hát ez aztán igaz. Akármit csinálok, semmi sem tetszik neki. Tudom én, hogy vesz, Nancy. Én is éreztem már hasonlót, de higgy el nekem, kedves, nem érdemes összeülni.